egy meseszerű történet lehet, akkor volt egyszer egy dolog, amelyet ott volt a cím, hogy két bizony jár, és aztán született még köré nagyon sok, hogy nem köré a mellé, és aztán valakinek eszébe jutott, valójában én sosem tudom, hogy majd ezt ők elmondják, valakinek eszébe jutott, hogy mi van, hogy ebből születik egy történet. És majd ezt az Orsi vagy valaki elmondja, hogy mit történik. Ezt el lehet egy darab, amit Kozsba is volt itt, aki most nincs itt ugye közöttünk, de ő a szerzője a darabnak, és még valaki lehet is meg kell említenünk, aki a dalszöveget írója. Korban és hangulatban én már ezt a korszakot kerestem zeneikre is, amit aztán Zsolt meg is írt, hiszen a történet, mint kiderül, a 59-ben játszódik, tehát abban a világban, amikor még a rock meg a beat zene még igazából nem nyert teret, főleg Magyarországon, illetve megmaradt még az az édesbús két háború közötti melankolikus zenei világ. Nagyon szeretek zenés produkcióban részt venni, de azért igazából én prózai színésznő vagyok. Most ezt be is bizonyítom. Ez a sok dal, ami itt van Géza előtt, ez mind az Ové. Ebből még egyet sem éneket, de nem baj, csodás a szerepem. Tényleg nem fogsz énekelni egyetlen? Hát hogy lehet? Hát így álmodtam. Ugye kikapálik? Ez nem az én sorom, ez igazából már a... Ez semmi gond, ezzel nincs. Hát, pénteken van a bemutató. Pénteken hívhatunk egyetlen nézének gyorsan. Ráadásról, de tényleg ez így adta ki a forgatókönyv szövegkönyv magát, hogy az Olga szerepet. A forgatókönyv, a sztoria, a Gézának viszont annál több. De ezzel együtt nagyon jók a dalok, valóban nagyon jók. Nagyon szeretem én is őket, és szerintem nagyon jó lesz hallgatni is majd a közönségnek ezeket a dalokat Géza előadásával. Mert hogy hány dalt is énekel művészünk? Benne vagyok 7 dalban, egyet a Timi Gervét énekelnek a művészünk. Hogy esik? Jó. A színpad és az éneklés itt Szegeden. Tessék elképzelni, hogy ül Kovács Gábor vezetésével egy csodálatos zenekar, ül a billentyűs hangszernél, és akkor van egy dobos, egy gitáros, egy vadászkürtös, egy fuvolás hölgy, egy hegedűs, és basszgitáros. Igen, nagyszerű, remek, bombás, jó velük együttműködni. Nagyon bensőséges, jó a színpad, szeretem, ahogy körbeölelik ezek az ősfák, úgy rácsodálkozom, hogy hát szerintem van legalább 100 éves, vannak azok az ötölgyfák.